2012-ben a Betesda Gyermekkórház kezdeményezte először, hogy az udvarán lévő szállás működhessen hozzátartozói szállásként. Az Égész Centrumba az ország legtávolabbi pontjairól is érkeztek gyermekek, akiket akár hónapokig is kezeltek. 2015-ben az E-City Hungary Kft. 60 millió forintos támogatásával jött létre az első anyákháza Budapesten, amely azóta 200-nál is több család számára jelentett megoldást. A kezdeményezés sikerére való tekintettel tavaly országos pályázatot hirdettek. A pályázatot tavaly 2017 elején hirdettük meg a Kórházszövetséggel együtt, tehát emögött egy szakmai grémium is áll. A pályázatnak a célja az volt, hogy olyan kórházak vagy kórházakhoz tartozó intézmények pályázhatnak olyan ötletekkel, amik elősegítik a szülőknek a méltó elhelyezését a gyerekeik mellett, amíg a gyerekek kórházban vagy kórházi ellátás alatt gyógyulnak. Ez egy országos pályázat volt, az országból 12 pályázat érkezett be, és ebből a szakmai zsűri ajánlása alapján kettő nyertesünk lett 2017-ben. Karcag mellett Kisvárda is nyert a pályázaton, így a Felső-Szabolcsi Kórház egy nagy összegű támogatásból valósíthatta meg az elképzeléseit. Kórházunk egy 5 millió forintos pályázatot nyert. Ennek a pályázatnak az eredményeképpen 3 darab kórterminket tudtuk teljes egészében felújítani. A 3 darab kórteremben 5 gyermekágyunk van, körülbelül 70-75 négyzetméternyi terület az, amit érintett a felújítás az a program keretén belül. Évente több mint 3000 beteg gyermek fordul meg a kórház gyermekosztályán, akik közül sokan halmozottan hátrányos helyzetűek. Őket 63 ágyon tudják fogadni a kórház különálló épület részében. Azonban a MAVA szobák, ahol a szülők együtt lehetnek a gyermekekkel, 20 éve nem újultak meg. A nyertes pályázat ezek felújítására adott lehetőséget. Így a gyermekosztály keretében 3 olyan speciális kórtermet sikerült kialakítani, ami olyan régi igényt elégít ki, hogy minőségi körülmények között a kísérők, édesanyák, család a gyerekkel együtt töltheti azt az időt, ami a gyerekek gyógyulására szükséges. Azt gondolom, ez egy nemes kezdeményezés. A kórtermek teljesen megújultak, új padlóburkolatot kaptak, kifestették és kitapétázták őket. A fürdőszobákat is felújították, amelyekben nem volt különálló mosdó, ott azt is kialakították. Ezzel is növelték a szobák komfortját. Azt tudjuk biztosítani, amit mindenki szeretne, ha kórházba kerül, 2018 infrastruktúra és színvonali ellátást kapjon. Tehát gyerekével egy kórteremben, ő mindenki által elfogadhatóan használható ágyakat, székeket, berendezési tárgyakat, saját, vagy legalábbis nagyon kevés ember által használt vizes blokkokat, fürdőszobát, vécét, kézmosó lehetőséget és 24 órás bentartózkodást a gyermek mellett. A beteg gyerekek lelki nyugalmához nagyban hozzájárul, így felgyorsítható a gyógyulásuk.